A másodosztályban negyedik Kozár Michelin ellenfele a hatodik Kazinc Barcika. 5 pont választ ki a legmástól a két csapatot a bajnokságban, itt pedig egy gól. Fogalmazzunk úgy, hogy egy tudatos szabadrugás variáció végén Tóth Zoltán a befejező ember. Vezet a fehér-kék mezben játszó Kozár Michelin. Már a második félidőben járnak a csapatok, amikor büntetőhöz jut a vendégcsapat. Pekárt sodorja el Nagy, a megítélt büntetőt pedig maga a szabálytalanságot elszenvedő Pekár váltja gólra 1-1. De aztán egy perc sem telik el Pekár öröme után, amikor megint csak jön a Kozár Michelin. Tóth nem passzol, beadja, középen pedig fejjel Horváth Péter. Az ő góljával már 2-1-re vezet a Kozár Michelin. A két együttes már találkozott a bajnokságban, akkor Kazinc Barcikán hazai győzelem született. Itt 2 perccel az előző találat után Horváth Péter duplázik. Szemfüles góljával már 3-1 a hazai együttesnek, amelynek padján Acél Zoltán ül. A másik oldalon Csábi József, a vezetőedző, 2 korábban az élvonalban is dolgozó mesterről van szó. 3-2, közelebb zárkózik Kártik Bálint találatával a Kazinc Barcika. 79. perc, itt most zajlanak az események a mérkőzés vége felé. A végeredményt végül is sikerül egy szép összjáték végén beállítani a Turi Tamásnak. 4-2, tovább jut a Kozár Michelin. Csapatom jól játszott az első félidőben és második félidőben is, hamarabb lezárhattuk volna ezt a meccset, aztán csináltuk a buta hibákat. Megint egy 11-es, egy pontrugásból kaptunk gólt, ezeket majd ki kell küszöbölnünk, de egyébként én azt mondom, hogy nagyon jól futbolztunk, és én szerintem ilyen arányban is megérdemeltük ezt a kupa továbbjutást. Februárban várunk megint egy csapatot, és kapunk egy sorsolást, ez szerintem egy óriási dolog ennek a kisvárosnak az életében, úgyhogy nem vagyunk túl sokan, úgyhogy gratulálok, de gratulálok az ellenfélnek is, mert egy harcos, jó csapat, és egy jó szakvezetővel, úgyhogy nekik pedig sok sikert kívánok. Tipikus kupa hangulat volt, kupa mérkőzést játszottunk, én azt gondolom sok-sok góllal, helyzettel, itt is, ott is. Gratulálok a Michelinnek, bebizonyították ugye, hogy nem véletlen vannak ott a tabella elején. Megyünk tovább, mert komoly feladatunk van, nagyon hosszú lesz az út. Vasárnap bajnoki meccs van. Mondom még egyszer, gratulálok a hazai csapatnak.